Én magam is meglepődtem azon, hogy a könyvtárosok kértek meg engem arra, hogy itten a könyvtáros klub, vagy valami ilyesféle a neve, hogy itt beszéljek a könyvemről, aminek valószínűleg az volt az oka, hogy én valamikor hosszú évtizedeken keresztül azért könyvtáros is voltam, és az Országos Széchenyi Könyvtárnak voltam hosszú ideig a dolgozója, utána a Zenetudományi Intézetbe, de az utolsó időben persze az utolsó 20-30 évben már teljesen más pályákon dolgoztam. Tulajdonképpen azon is meg voltam lepődve, hogy egy régebbi könyvemet ismertetik, de nagyon örülök neki, mert azért nem volt olyan publicitása a könyvnek, nem írtak róla annyian, mint amit én szerettem volna. Pedig nagyon kíváncsi lettem volna, hogy valójában mennyit lehet megérteni abból, amit ez a könyv megpróbál bemutatni. 2006-ban jelent meg, ez természetesen azt jelenti, hogy 2006 előtt, nem egy évvel, hanem körülbelül azért legalább két éven keresztül vagy íródott, és szóval ez egy valamilyen összefoglalónak szántam én ezt a könyvet, hogyha az olvasókat ijeszgetni szeretném, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez a könyv valójában egy Héraklétosz idézetnek a kibontása. Ez persze csak ijeszgetésnek jó, de azért az Héraklétosz idézetet, amelyiket most felolvasnék itten, de magában a könyvben nincsen benne, azért azt elmondom. Mégpedig így szól az idézet, hogy az Úr, akié a Jóshely Delfoiban, nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, csak jelzéseket ad. Ez tulajdonképpen arról szól, és ez, hogy az emberek sorsát, mert ez az alcíme ennek a könyvnek, hogy Párbeszéd a sorssal, az én párbeszédem a sorssal, hogy valójában ne várja senki azt, hogy valamilyen külső hatalom meg fogja mondani, hogy mit kell neki tennie. Ilyen külső hatalomnak tekintem most ebben az esetben magát a könyvet is. Tehát a könyv nem fogja megmondani azt, hogy mit kell tenned, de arról azért mégis ad valamit, hogy meg kell érezni azt, hogy vannak bizonyos jelzések az életben, amiket meg kell tudni érteni. Hát erről szól, hogy valaki egy közösségbe beérkezik, hogyan próbál ott abban a közösségbe beleilleszkedni, illetve ő is tanulja annak, hogy egy másik valaki, aki megérkezik, hogy kezdődik előről, valójában előről, amikor elolvasta valaki a könyvet, akkor újra elkezdhetni előről, mert másodszorra lehet talán igazán megérteni azt, hogy miről is szól ez a könyv. Hát mostanában azon dolgozom, hogy a kiadóm elhatározta, hogy miután kiadta 12 kötetbe a szépirodalmi műveimet, ezek után már évekkel ezelőtt fejeződött be, ezek után szeretné a legfontosabbakat egy ilyen válogatott, most egyelőre válogatott novellákból megjelenik egy kötet. Ez nem idén, vagy nem itt, hanem a könyv, nem a könyvfesztiválon, hanem a könyvnapon fog megjelenni ez a kötet.